Már az új Szekszárdon kialakított képzőközpontban tanulnak ezek a fiatalok. Ők január eleje óta a gyakorlati helyükön napi több órán keresztül elméleti oktatást is kapnak. Ehhez arra volt szükség, hogy a munkát nekik biztosító vállalkozó kialakítson egy online tantermet és a munkához szükséges elektronikus tananyagot. Nem közvetlenül a járművek mellett vannak, abban az 1-2-3 órában be tudnak ülni egy irodába, és akkor a számítógépek segítségével, ugye a számítógépen lefutatott program segítségével ugye a digitális tananyagot ugye át tudják nézni, és minden egyes tananyag után a gép randomszerűen vizsgakérdéseket tesz fel, és hát ennek köszönhetően ugye a tudás szintmérést is önmaguk el tudják végezni. A Tolna megyei szakképzési centrum és partnerei 4 településen alakítottak ki most közösen úgynevezett gépjármű mechatronikai képzőközpontot. Vagyis Szekszárd mellett Pakson, Dunaföldváron és Pécsen is a gyakorlati helyükön tanulhatják az elméletet is a diákok. Dömötör Csaba, a centrum kancellárja azt mondja, ezzel a kezdeményezésük az ország első 3 képzőközpontja között jött létre. Ahhoz, hogy ennek eleget tudjunk tenni, és eleget tudjon tenni mindenfél, aki érintett a képzőközpont működésében, ahhoz az szükséges, hogy innovatív legyen, legyenek olyan tevékenységei, amik túlmutatnak egy napi szintű általános duális képzésen. Értem itt azt, hogy nem véletlenül került kiválasztásra az a két cég, ahol, akikkel együtt dolgozunk, és ahol a tanulók dolgoznak, hiszen csúcs technológiával dolgoznak. Tolna megye első képzőközpontjában a tervek szerint februárban már közel 40 diák tanul majd.